Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit, ünnepelni invitálom Önöket, kedves nézőink. Vendégem ugyanis kanclerné Horváth Melinda, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Váci Mihály Szakgimnázium Szakközépiskola és Kollégiumának pedagógusa, aki júniusban átvehette a Székesfehérvár ifjúságáért díjat. Köszöntöm Önt, és gratulálok mindannyiunk nevében. Én azt gondolom, hogy jó helyre került ez az elismerés. Ráadásul ugye ez a diákok javaslatára történik ez így, és azt gondolom, hogy ennél nagyobb pozitív megerősítés egy pedagógus számára nem nagyon létezik. Köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a televízió nézőit. Igen, ez egy nagyon-nagyon kiváló kitüntetés számomra, és nagyon nagy boldogság, hogy a Székesfehérvári Diák Tanács javaslatára én kaphattam meg ezt a díjat, hiszen ennél nagyobb elismerés nem is lehet egy pedagógus számára, mint az, hogy a fiatalok szavaznak meg egy székesfehérvári ifjúsági díjat egy pedagógus számára. No, ahhoz viszont, hogy megismerjük Önt, tudnunk kell az indítatásáról. Miként választott hivatást magának? Én egy kicsi községben nőttem fel, Kincsesbányán, ott jártam általános iskolába, és kiváló tanáraim voltak. Meg szeretném említeni Berki Béláné Andi néni nevét, akinek hatására tulajdonképpen én a pedagógusi pályát választottam, hiszen ő magyart és oroszt tanított nekünk, de nagy tudása volt történelemből is, és nagyon sokat segített nekünk, személy szerint nekem is. Az ő ösztönzésére is választottam én a pedagógus pályát. Aztán Székesfehérvárra kerültem a József Attila gimnáziumba, és ott szintén olyan kiváló tanárok vettek körül, akiknek hatására én ezt a pályát választottam. És tulajdonképpen nagyon nagy öröm, hogy mind a mai napig gyakorolhatom ezt a tanári hivatást, hiszen nagyon szeretem a diákokat, és nagyon szeretem a gyerekeket. Tehát elindult egy úton. Gondolom, hogy a főiskolás esztendők alatt nyilván ez csak megerősödött, hiszen nem volt ez olyan túlságosan régen, de nagyon-nagyon fontos, hogyha valaki valóban pedagógusnak készül, akkor annak minden nyűgét, gondját, baját, de az örömeit is tisztán lássa, mielőtt kiáll elsőként a katedrára. Milyen volt az első napja? Seregélyesen kezdtem a pályámat, és nagyon nagy szerencsém volt, hiszen az ottani kollégák is tulajdonképpen segítettek nekem abban, hogy hogyan viszonyuljak első alkalommal a diákokhoz, és nagyon kedvesen fogadtak engem a gyerekek is. Az első alkalommal természetesen izgul az ember, de azt gondolom, hogy az a szeretet, ami a gyerekek felől felém irányult, az tulajdonképpen arra buzdított, hogy csináljam tovább, és jó úton haladok ahhoz, hogy tényleg igazi pedagógus váljék belőlem. Az igazin van a hangsúly. Én azt gondolom, hogy nem lehet kétség felőle, hogy ez valóban így van. Beszéljünk a Váciról. Egy egészen különleges helyzetben több mint másfél évtizede, pontosan 18 esztendeje csöppent. Hiszen ez egy olyan iskola, ahol rendkívül fontos a történelem, mint minden iskolában. Ugyanakkor valljuk meg, hogy az alap, hogy magas szinten olyan szakmát szerezhessenek a fiatalok, amely a magyar gazdaság és az ő javukra válik. És általában a humán tárgyakat tetszik, nem tetszik, nekünk hanyagolják. Viszont, ha egy olyan kvalitású pedagógus kerül az iskolába, akkor kiderül, hogy nem létezik olyan tantárgy, amelyet alapból elutasítanak, lásd magyar történelem. Idegen nyelvek, hiszen ennek ugye másfél évtizede már, hogy ez bizonyosan így volt, legalábbis az én saját tapasztalataim szerint, hanem egész egyszerűen a pedagóguson keresztül szeretik meg a tantárgyat. Ez valahogy így történt Önnél is? Én azt gondolom, hogy teljesen igaz, amit most Ön mondott, hiszen ugye itt a szakmai tárgyakra épül főként az oktatásunk, a Váci Mihály Ipari Szakgimnázium Szakközépiskola oktatása. Tulajdonképpen nagyon fontos az, hogy oda menjünk a gyerekekhez, beszélgessünk velük sokat, próbáljuk megszerettetni ezt a tantárgyat velük, olvassunk nekik, versenyekre vigyük őket, városismereti versenyeken például nagyon gyakran szerepelünk a tanulókkal, és
hát tulajdonképpen így közelebb lehet kerülni a diákokhoz, és talán jobban meg is szeretik a tantárgyunkat. Hiszen, ahogy ön is mondta, és én is megerősítem, itt főként a szakmai oktatásra épül a mi iskolánk. Tehát a Váciban önnel kezdődött az évezred, bár egy kicsit előre szaladtunk, mert nem esett szó a Nemes Nagy Ágnes kollégiumi nevelői tevékenységéről, ami nem különben fontos. Én azt gondolom, hogy aki kollégiumban élt már valaha is, az nagyon is jól tudja, hogy egy kollégiumi nevelő tanár milyen fontos szerepet játszik a mindennapokban. Család helyett család, ha úgy tetszik. Így van, a Nemes Nagy Ágnes kollégiumban is én nagyon szerettem. 10 évet töltöttem ott a kollégiumban a lányok között, hiszen ugye a lány kollégiumról van szó, de miután megszületett a gyermekem, tulajdonképpen vele szerettem volna tölteni a délutánok nagy részét, ezért szükséges volt számomra a váltás. És hát a Nemes Nagy Ágnes lánykollégiumban is nagyon sok programon vettem részt, és nagyon sok programra invitáltam a lányokat. Ott is városismereti vetélkedők, nyelvi versenyek, amelyeken velem együtt szerepeltek, és amelyekre felkészítettem őket, és tényleg igazi családként működtünk együtt. Nos, akkor a Vácihoz azért megérkeztünk. A napi tanítás nehézségeit miként tapasztalta meg? Úgy kezdjük az elején. Tehát tulajdonképpen, ahogy már ezt felvezettem, valóban a szakma az első, és csak az igazán rátermett pedagógus tudja rávenni a gyermekeket. Egyébként mert felgyorsult a világ, hogy olvassanak, érdeklődjenek a magyar a történelem iránt, hogy az mennyire fontos és miért fontos. Hogy kezd egy pedagógus a pályájának úgy neki, hogy tisztában van ezekkel a nehézségekkel, és megoldásokat keres? Az az igazság, hogy azért azt tudni kell, hogy nálunk az iskolában ugye nagyon sok a hátrányos helyzetű tanuló. És ezeket a hátrányos helyzetű tanulókat csak is úgy tudom én, tehát csak úgy tudom velük megszerettetni az én tantárgyamat, hogyha megszólítom őket a történelem kapcsán. Tehát elbeszélgetek velük, könyveket mutatok nekik, újságokat mutatok nekik, hogy hol fedezhetnek fel érdekes cikkeket. Tényleg felcsillantjuk azt a kis lehetőséget, hogy jöjjenek és ismerkedjenek talán fehérvári múzeumokkal is, vagy jöjjenek és kapcsolódjanak be esetlegesen olyan szakköri munkákba, amelyet aztán majd szeretnénk az iskolában megvalósítani, és bízom abban, hogy tulajdonképpen egyre több diákot a jövőben majd be is tudunk vonni ilyen szakköri programokra. Tehát az első az iskola, a másik a szabadidő, így van. Így nyilvánvaló. Hogy lehet eldönteni, hogy egy fiatal számára, aki hátrányos helyzetű vagy sem, ilyen értelemben azért nem mindegy természetesen, mi a fontos? Tulajdonképpen ezeknek a diákoknak az a fontos, hogy megértésre találjanak. Hogy sokat beszélgessünk velük, hogy megértsük az ő problémáikat, és hogy támaszt kapjanak, hogy segítséget kapjanak a mindennapjaikban. Mert hogy hangsúlyozom, hogy nagyon sok a hátrányos helyzetű tanuló, egyik oldalról megérdemlik nyilvánvaló, másik oldalról meg igénylik is a törődést. Igen, igénylik a törődést, és bizony nagy szeretettel veszik körül azt a pedagógust, aki ebben a törődésben támogatja őket, és akiktől segítséget kapnak. A tisztelet elvárható, ugyanakkor egy pedagógus diák viszonyban fontos a kölcsönös tisztelet. Az is nagyon fontos, így van, nagyon-nagyon fontos. Ezt hogy lehet fontos kiérdemelni, hogy tiszteljék önt? Azt tudjuk, hogy a tiszta világos elvek mentén tanít, és a hétköznapokon emberként is ugyanolyan, mint pedagógusként. Viszont ennek ellenére a fiatalok ebben a felgyorsult világban azért nagyon is jól tudjuk, hogy hajlamosak elmenni fontos dolgok mellett. Tehát amikor kialakul a kölcsönös tisztelet, addig hosszú út vezet. Így volt ez önnél is? Igen, igen, ezt szintén meg tudom erősíteni. Tehát ez a kölcsönös tisztelet csak úgy működik, hogyha ugyanolyan kedvesen szólítom meg őket, és ugyanolyan szeretetteljesen próbálok velük beszélgetni, ahogy ők ezt felém
próbálják ezt a tiszteletet nyújtani. Tehát nagyon fontos az, hogy valóban tisztelje a diák a pedagógusát, és ez viszont, tehát a pedagógus is ugyanúgy tisztelje a diákot, és olyan hangnemben szóljon hozzá, olyan hangnemben beszélgessenek, tárgyaljanak egymással. Nyilvánvaló, hogy azért vannak nehéz pillanatok. Ezeket a nehéz pillanatokat hogyan lehet kezelni ember módjára? Félre kell hívni a gyereket, és meg kell beszélni a gyerekkel, hogyha valami probléma van. Tehát nagyon egyenesen, nagyon nyíltan, és nagyon őszintén kell vele a kapcsolatot tartani, és beszélgetni vele. Tehát néha kell a nyilvánosság. Így van. Bizony vannak olyan helyzetek, amikor csak a négy szem közti így megbeszélés van. Segít. Így van. Általában nagyon sokszor előfordul az ilyen eset. Általában a tisztelet, és nem véletlenül citálom számtalanszor, a közösségépítő erő is, én azt gondolom. Fiúk és lányok között, fiúk és fiúk között, fiúk és pedagógusok között, mert egy igazi közösség így alakulhat egységes egészé. Így van. Hát nálunk ugye a Váciban fiúk tanulnak többségben, és nagyon kevés a lány tanuló, viszont azt meg kell, hogy mondjam, hogy a diák önkormányzatunk elnöke most egy nagyon talpra esett, és nagyon ügyes, kreatív kislány, akit úgy hívnak, hogy László Laura, és bizony az ő közreműködésével is én nagyon őszintén össze tudom fogni a diák önkormányzatot. Igen, van szerencsém ismerni őt, ha nem is közelről, tekintve, hogy a Városi Diák Önkormányzat csapata, új csapata is remek munkát végez, ez meggyőződésem. Számtalan olyan rendezvényen voltunk jelen, és tudósítottunk róla, ami ezt bizonyítja. Felmérni a problémákat, írtam ide magamnak. Azt gondolom, hogy amikor mindig a jóról beszélünk, akkor kicsit homokba dugjuk a fejünket. Hogy lehet a problémákat megoldani? Hiszen tehát itt beszéltünk a négy szem közti és a nagyobb nyilvánosság előtt történő megbeszélésről, de amikor nem az iskolával van baj, hanem sokkal inkább mélységben, hiszen arról is szó esett, hogy azért vannak hátrányos helyzetű diákok. Melyek azok a problémák, amelyeket bátran, de tisztességgel csak egy pedagógus tud megoldani, aki több, mint pedagógus? Hát az az igazság, hogy előfordulnak sajnos problémák az iskolában nálunk is. Be kell vonni a szülőket, és több esetben ugye túl is kell menni, tehát nem csak a szülőket kell bevonnunk, hogyha problémát tapasztalunk egy-egy tanulónál, egy-egy gyereknél, és azt a tanulót, tehát mindenképpen valamilyen úton, módon, ugye jó útra kell térítenünk, illetve hogyha olyan mélységű problémát tett, olyan mélységű tettet hajtott végre, amely nagyon negatív dolog, akkor el kell, hogy gondolkozzon a tettén, és ezt közösen szülővel, esetlegesen szakemberrel, együtt, az iskola vezetésével együtt próbáljuk megoldani. Van folyamatos rálátása, úgyhogy nincs kétségem felőle, hogy kapok egy olyan választ, ami azt hiszem, hogy tovább visz bennünket, engem is, tehát a hétköznapokon. Ön miként látja, melyek a legfontosabb motivációs tényezők mostanság egy fiatal felnőtt életében? Motivációs tényezőként mindenképpen én megemlíteném azt, hogy példát lásson a gyerek. Tehát, hogy példát mutassunk a tanulónak a jóra és a szépre. Tehát a segítés, a következetesség, a bátorítás, ezek nálunk nagyon fontosak az iskolában. Az, hogy most átalakult a szakképzési rendszer, tehát szakgimnázium, szakközépiskolákat ismerünk, ötödik év, és igen, így tovább, én azt gondolom, hogy ez alapjaiban is megváltoztatta az eddig szörnyű, de lesajnált szakmunkás képzőbe járó diákokat. Ez számít valamit? Talán igen, ez mindenképpen, azt gondolom, hogy igen. Nálunk ugye különböző képzések vannak az iskolában, tehát nem csak a szakgimnáziumi képzés, a szakközépiskolai osztályok, hanem tulajdonképpen esti képzés is folyik, intenzív tagozatra is jöhetnek a diákok,
és azt gondolom, hogy egy sokrétű képzést és sokrétű tanulmányi lehetőséget kaphatnak nálunk az intézményben. Mert bármennyire is közhely a társadalomnak, ez a tükre, ez az igazi tükre. No, megérkeztünk a diák önkormányzathoz. Én azt gondolom, hogy szerencsés helyzetben vagyunk mi itt Székesfehérváron. Ahogy az imént mondtam, remekül működnek, tapasztalati tény a többi iskolában is, és önöknél is kivételesen, amire nagyon nagy szükség van. Mi a diák önkormányzat feladata egy ilyen intézményben, mint a Váci? A diák önkormányzatunknak a feladata mindenképpen az, hogy érdekérvényesítés, programoknak a létrehozása, programoknak a szervezése. Elsősorban erre épülünk mi, és nagyon örülök annak, hogy 8 éve a diák önkormányzat élén állhatok, mint diák önkormányzatot segítő pedagógus, és tulajdonképpen ezt mindenképpen szeretném megköszönni 8 évvel ezelőtti iskolavezetésnek, akik számomra ezt a lehetőséget biztosították, méghozzá úgy, hogy akkor megkérdezték a diákságot, hogy ki az a pedagógus, akiről úgy gondolják, hogy ezt a feladatot ellátná, és alkalmas lenne ennek a feladatnak az ellátására. És aztán a mai iskola vezetés is, és a mai diákság is támogatott ebben engem, és így lehetek tulajdonképpen továbbra is az iskolának a DMSP-je. Igen, mert ma már nem úgy van, hogy a diák önkormányzat elnöke és vezetősége, vagy elnöksége, első pad elsők és a stréberek, hanem nekik is ki kell vívniuk a diáktársaik elismerését. És ráadásul olyan kapcsolatba kell kerülniük önnel, önökkel, tehát a tantestülettel, hogy véghez vigyék azt, amit ők szeretnének, ami jóra visz, másik oldalról pedig megvalósítsák az önök által megtervezett programokat, méghozzá úgy, hogy az a javukra szolgáljon, hiszen ez őértük van. Ezt nehéz mostanság megértetni a gyermekekkel, vagy fiatalokkal? Nem olyan könnyű. Egyébként nagyon örülök annak, hogy nálunk azért nagyon motivált diák önkormányzati munka folyik, de itt is vissza kell menni azért a kezdetekhez, tehát ez is azért hosszú évekre épülő folyamat volt. Tehát azért folyamatosan épült a diák önkormányzatunk, és nagyon nagy szerepe van ennek, hogy csatlakoztunk az 5 évvel ezelőtti Székesfehérvári Diáktanácsnak a munkájához. Részt veszünk a Vácival együtt a Székesfehérvári Diáktanács programjain, szinte minden programján részt veszünk, és kivesszük a részünket tulajdonképpen, ha sportprogramról van szó, a versenyprogramokról van szó, kulturális programokról van szó, igyekszünk ott lenni. Igen, néztem a honlapon, hogy rengeteg sportprogram, városismereti vetélkedők, egyéb kulturális programok, én azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Igen, ez fontos a mi gyerekeinknek, hiszen érzik azt, hogy részesei lehetnek a város diák életének. Pontosan ugye ez a diák tanács azért is van, hogy a városi iskolákat összefogja, és a város összes diákjait tulajdonképpen összefogja, és jó kapcsolatot létesíthessenek egymással. Nagyon jó tulajdonképpen a vácis diákoknak az, hogy a diák tanács munkájában részt vehetnek. Igen, nem, nincs kétségem felőle, hogy jó vácis diáknak lenni. Hogy értesült az elismerésről? Mi volt az első gondolat, a meséljel? Én az utolsó pillanatban értesültem erről az elismerésről, és polgármester úrtól kaptam egy nagyon megtisztelő levelet, és hát nagyon-nagyon boldog voltam. Szinte könnyek szöktek a szemembe. És aztán igazgatónő lehívatott, ő is elmondta, hogy megkapom ezt a kitüntetést, sőt a diák önkormányzatnak az elnöke Laura is közölte velem, és hát nagyon meghatottam. Ez egy szép nap volt, és egy Vörösmarty idézettel köszönte meg ezt. Igen. Az elismerést. Hadd idézzem én. Szólj, gondolj, tégy jót, s minden szó, gondolat és tett, tiszta tükörként fog visszamosolyogni rád. Ahogy elnézem a mosolygós szemét, akkor azt hiszem, hogy ez egy teli találat volt ez az idézet, mint ahogy teli találat volt a sorstól, hogy önt a Váciba vezényelte a diákok segítségére. És én ezt minden szülő nevében és mindenki nevében szeretném megköszönni itt a nyilvánosság előtt. És mit kívánhatnék? Jó egészséget, további mosolygós arcot, mosolygós szemeket, és hát további jó munkát.
Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen önnek, tisztelt. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Székesfehérvár ifjúságért díjas, a kanclerné Horváth Melinda pedagógus volt, a Váci Mihály Szakképzési Centrum, illetve szakgimnázium és szakközépiskola pedagógusa. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok, viszontlátásra!